Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Először megálmodtuk az új Fiat Tipót, és hozzá egy elképesztően jó árat. De ez nem volt elég. Úgyhogy megalkottuk a hihetetlenül nagy 520 literes csomagteret, a kivételesen tágas belső teret, és még a szórakoztatásról is gondoskodtunk. Új Fiat Tipo már 3 490 000 forinttól. Fiat Tipo. Nem kell sok, hogy sokat kapjon. Halasi csipkéket varnak a pápának, az ajándékokat Kuris István László viszi el a Vatikánba. Remélhetőleg nem lesz több tragédia, veszélyes volt a Dongérpartja, de most már korlátok védik a közlekedőket. Jól haladt a járdák építése, az elkészült szakaszokat már birtokba vette a lakosság. Kedvezett a tél az élősködőknek, kullancsinvázió jöhet. A szabadban tett séták után nem árt magunkat és a kutyákat is átnézni. Köszöntöm Önöket, mint minden nap, ma is számítunk a figyelmükre, tartsanak velünk. Kifosztott alvó ismerősét, ám 3 órán belül őrizetbe vették a jánoshalmi rendőrök a 18 éves férfit. Az ügyről annyit lehet tudni, hogy március 1-én a sértett meglátogatta mélykuti ismerőseit, ahol a fáradtságtól elaludt. Amikor néhány óra múlva felébredt, nem találta készpénzét és mobiltelefonját. Vendéglátói azonban azt mondták, nem ők vették el az értékeket. Ekkor a férfi a rendőröktől kért segítséget, akik azonnal megkezdték az ügy felderítését. A nyomozók pár órán belül elfogták a fiatalembert, aki eltulajdonította elalvó ismerőse értékeit, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Különleges megrendelést teljesítenek, halasi csipkét varnak a pápának. Az ajándékokkal Kuris István László köszönti majd Ferenc pápát megválasztásának évfordulóján. Ez különleges lehetőség mind a városnak, mind a csipke életében. Egy angyal formálódik a finom öltésekből a halasi csipkeházban, ám ez nem egy átlagos csipke lesz. Az adja a különlegességét, hogy 4 másik csipkével együtt a Vatikánba szánják, a pápának lesz ajándék az olvasó állványára. A csipkeházban napokon belül elkészül a különleges rendelés. Egy nagyon különleges megrendelést kaptunk, a Kuris képviselő úr meglátogatja Ferenc pápát, és ajándékként halasi csipkét visz. 4 darab keresztről, illetve egy angyalkáról van szó. Ezek speciális, egyedi motivumú keresztek, és ezeket rá fogjuk varni egy terítőre. A terítők a pápa olvasóállványára kerülnek majd. A keresztek készen vannak, az angyalka pedig a héten készül el. És ugye nem ezek lesznek az első csipkék, amik a Vatikánba kerülnek? Nem, a koronázási palást, amelyet II. János Pál kapott 1996-ban, már a Vatikáni Múzeumban van. A Vatikánba kerülő 5 csipke, 4 kontúrozó és 3 csipkevaró kezemunkája. Az angyalos, vagyis a hírhozó nevet viselő csipkét Kardó Zsuzsanna, művészeti vezető varja, és ő volt az, aki még korábban megtervezte és megrajzolta. Az angyalkát, a trombitás angyalkát varom, és nagyon nagy öröm a számomra, ugyanis saját tervezési munka, és nagyon nagy öröm, hogy oda elkerül a kezem munkája. Kardos Zsuzsanna az érzéseit is belevarja a hírhozóba, különleges jelentőséggel bír számára ez az angyalos csipke. Dupla öröm hatása alatt varom, ugye, és 2 héttel ezelőtt született a kisunokám, és az ő érkezésének az öröme is benne van ennek a munkának az elkészítésébe, és így egy dupla öröm számomra. 22 munkaóra alatt készül el, és nagyon változatos öltéseket, 4-5 féle öltést lehet belevarni. A köpenye 3 féle öltésből áll, és különállóan a szárnya, és a trombitája egy másik fajta öltésből áll.
Nem csak a pápa ismerkedhet a halasi csipkével, sok ezer látogatót várnak a most kezdődött utazás kiállításon a halasi csipke standjához, és azt remélik, hogy aki ott felfigyel a csipkére, az kedvet kap ahhoz, hogy ellátogasson halasra. Minden 4 napon jelen leszünk csipkevarási bemutatóval és termékekkel. A legszebb termékeket próbáljuk természetesen összeválogatni, képeket viszünk, illetve natúr csipkéket is, ékszereket mindenképpen, szórólapokat. Szeretnénk a májusi kiállításunkra hívni az érdeklődőket, lehetőleg csoportokat is, ugye idegenvezetők is megjelennek ezen a kiállításon, próbáljuk megcélozni őket. Kuris István László önkormányzati képviselő magánzarándoklatra megy a jövő hétvégén a Vatikánba. A csipkék mellé egy hímzett miseruhát is fog vinni, ezt is most varják. A vatikáni nagykövetség segítségét kérte az ajándékok átadásához. A képviselőtől még azt is megtudtuk, hogy ez lesz az első olyan alkalom, amikor nem állami ajándékként, hanem városi és magánadományként kap csipkét egyházfő. Terveink szerint a jövő héten, még az elutazás előtt megmutatjuk a pápának szánt ajándékokat, és Kuris István László is nyilatkozik híradónknak. Pont egy hete szavazta meg a képviselőtestület halas költségvetését. A testületben lévő politikai erők különbözőképpen vélekednek róla, körképünkből derül ki milyennek látja az idejévi költségvetést. 10 igen, 3 nem, és 1 tartózkodással elfogadtuk. A képviselőtestület ezzel a szavazással fogadta el halas idejévi költségvetését. Az előterjesztést benyújtó Fülöp Róbert polgármester jól tarthatónak és stabilnak érzi a költségvetést. Én azt gondolom, hogy az idejévi költségvetése a városnak egy előremutató és egy fejlődést magában rejtő költségvetés. Én amióta képviselőként, illetve polgármesterként dolgozom a hivatalban, ez véleményem szerint a legjobban sikerült költségvetés, tehát a legnyugodtabban az idei évben nyomhatták meg az igen gombot a képviselők a költségvetés elfogadása mellett. Ezt azért tudom hangsúlyozni, mert a költségvetés nem tartalmaz külső finanszírozási oldalt, tehát minden egyes bevételt az önkormányzat saját erőből meg tud szerezni, és saját kereteken belül tud maradni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ez az alapja annak, hogy egy jó és stabil gazdálkodást tudjunk folytatni az idei évben. Patocskai Tamás, a Jobbik önkormányzati képviselője a város költségvetését biztonságosan végrehajthatónak tartja, ám hiányolja a termelő munkahelyek létrehozásának ösztönzését, illetve még több fejlesztést szeretne. Azt reméli, a tervezetnél több adó fut be, és például ebből is lehet majd fejlesztésekre fordítani a költségvetés évközbeni módosításakor. Nagyobb a mozgástere, én azt látom a Kiskunosváros önkormányzati költségvetésének, viszont hiányolom belőle a bátorságot, a fejlesztési forrásokra több száz millió forinttal többet lehetne fordítani, és kellene is. Ez valószínű, hogy a mostani önkormányzati vezetésnek egy óvatossága, de hát az óvatosság nem tudom mennyire fogja megalapozni az, hogy látványos fejlesztések is történjenek a városunkban. Mire gondolok konkrétan? Az utak állapota és a nem szilárd burkolatú, azaz földutak a városba, azoknak a szilárd burkolattal történő ellátására minden párt a programjába nyilatkozott, hogy azt meg kellene oldani, és erre most nem igazán látok, nem látok tovább lépést, mert ez nagyon fontos lenne. A sikeres Halasért Társaság képviselői másként látják a város költségvetését, nem értenek vele egyet, így a szavazáskor sem támogatták azt. Váradi Krisztián képviselő mondta el, hogy miért nem. Mi nem tudjuk támogatni a város idei költségvetését, egész egyszerűen azért, mert szemmel láthatóan drasztikusan romlik a város gazdálkodása. A 2015-ös évben 155 millió forintos működési hiánnyal terveztünk, ami év végére 342 millió forinttal zárt, és ehhez képest az idejévi költségvetésben már az indulás pillanatában 612 millió forintos működési hiány van a költségvetésben. Tehát ez azt jelenti, hogy ennyivel többet költünk, mint amennyi bevétele a városnak van. A polgármester úr arra hivatkozik, hogy hitelt nem veszünk fel,
tehát valójában az a hiány nem hiány. Ezt nem tudjuk elfogadni, ugyanis szemmel látható a költségvetésből az, hogy ez pusztán egyszerűen csak a számokkal történő játék. Hitelt azért sem veszünk fel, mert erre a jogszabály nem is ad lehetőséget. Itt arról van szó, hogy a pénzmaradvánnyal trükközve gyakorlatilag egyik évről a másikra tolunk át ki nem fizetett kiadásokat, és így azt mutatjuk ki, hogy valójában a költségvetésben nincsen hiány, de ez egész egyszerűen nem igaz, hiszen többet költünk jelentősen, és most már évről évre ez több százmillió forinttal romlik. Elfogadhatatlan a költségvetés, felelőtlen városvezetési gazdálkodást mutat. Halas költségvetését a Fidesz frakció minden tagja megszavazta. Skribanák Zoltán szerint idén sok cél támogat a költségvetés, és a pályázatokhoz szükséges önerőket is biztosítja. A költségvetés biztosítja a város fejlesztéseit, 36 millió forint jut óvoda felújításra, 40 millió forint a piac környékének és a főtérnek a pótmunkáira, 66 millió forint utak építésére és javítására, ezentúl több pénzhez jutnak az oktatási intézmények, az önkormányzat saját cégei, a halasi csipke, de a civilek és a sport is több pénzt kap. A korábbi évekre az volt jellemző, hogy több százmillió forintos banki hitellel tudott csak a költségvetés év végéig kitartani, most erről szó sincs, egyetlen egy fillér hitelre sincs szükség, ellenkezőleg egy 350 millió forintos tartalék képződött, amely biztosítja a város fejlesztési forrásait, amely a város további fejlődéséhez szükséges. Az új főtéri járdák nagy részét már birtokba vették a járókelők, ahogy a munkálatok kezdetén ígérték, siettek a kivitelezéssel. Azok a járdák újultak meg, amik nem szerepeltek a Városközpont megújítási programban, de a városvezetés fontosnak tartotta ezek rendezését is. A Filmszínház melletti járdánál még dolgoznak, de a Városháza utca többi szakaszát és a téren átvezető új járófelületet is már használja a lakosság. A gyalogosok különösen annak örülnek, hogy a Városháza utca főtér felőli járdája most már teljes egészében járható, míg korábban megszakította egy füves földes szakasz. Emellett a piascsarnok épülete körüli járda megújítására is most került sor. Elkészült a Dongér határút melletti szakaszán a védőkorlát. Azon a csatorna parton épült meg a védmű, ahol 2014-ben ketten haltak meg. Gyöngyi László, a körzet képviselője azt mondja, példás összefogásnak köszönhető az, hogy korlát került a meredek árokpart mellé, az általunk megkérdezett biciklisek, autósok pedig örülnek, hogy megszűnt a veszélyhelyzet. 2014. januárjában készültek ezek a felvételek, akkor egy férfi fulladt bele a Dongérbe néhány hónappal később, pedig egy kerekesszékes idős ember esett bele a csatornába. A két haláleset hívta fel a figyelmet a komoly veszélyre, amelyet a határút mentén élők már több alkalommal is emlegettek. Stábunk is forgatott az esetek kapcsán a korlát hiányáról, ekkor készültek ezek a felvételek. Néhány hete viszont már megvan a korlát, amelynek köszönhetően biztonságosabb lett a szakasz. Kis János gyakran kerékpározik erre, szerinte ez a rész nagyon keskeny és veszélyes a biciklisek számára. Ez az út elég keskeny, és látom, hogy mikor jönnek a szembejövő autó erő, akkor annak be kell állni, vagy az utca szélibe, vagy pedig a bejáratokba beállnak, mert szinte avval a sebességgel, amivel közlekednek, avval nem tér el biztonságosan egymás mellett. Most, hogyha az embert leszorítsák, úgy mondom, hát ez megvéd akkor. Hát ez én nagyon jónak tartom. Szikora Péter sofőrként azt mondja, az autósoknak is segítség, hogy elkészült a korlát. Hát nagyon jó, mert úgy hallom, sok baleset volt már itt. Nagyon meredek, és akkor bele is eshetnek, akár bele is hulladhatnak. Ez nagyon jó ötletnek tartom. Előnyösebb, hogy van, mert látja az ember, hol a korlát, tehát a leúzódásnál is, és akkor nem bír beleborulni az árokba. Gyöngyi László, a körzet képviselője azt mondja, régi problémát sikerült megoldani, mégpedig példás összefogással. Köszönetet mondunk a városvezetésnek és a városgazdának. A városgazdának külön is, mert egy nagyon szép, míves munkát végzett. Gyakorlatilag a
az útnak a bevédését ugye akkor kezdeményeztük, vagyis régebben is kezdeményeztük, de akkor igazán, amikor megtörtént a haláleset, így aztán most, ha nem is az egész utca, de egy része bevédésre került a Gózon utcát, a Károly utcáig. Mint megtudtuk, a városvezetés a Halasi városgazdával közösen tervezi azt, hogy az egész határúton legyen védőkorlát. Itt a tavasz, és ezzel együtt jön a kullancsveszély. Az enyhe csapadékos tél kedvezett a többféle betegséget is terjesztő élősködőknek. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az elszaporodó kullancsok miatt ma már a vírusos agyvelő és agyhártya gyulladást, valamint a Lyme-kort nem csak az erdőben, hanem akár a városi parkokban és a játszótereken is elkaphatják, akik nem védettek. Térségünk nem tartozik a legfertőzöttebb területek közé, de azért a szabadban tartózkodást követően nem árt figyelni arra, hogy nem szedtünk-e össze kullancsot, ha igen, akkor azt minél hamarabb ki kell szedni. A szabadban célszerű világos ruházatban tartózkodni, mert így könnyebb észrevenni a kullancsokat. Szerkesztőségünkhöz érkezett észrevételek szerint a szabadban sétáló kutyák is sok kullancsot összeszednek, így rájuk is figyelni kell. Terveink szerint a témára egy későbbi adásban még visszatérünk. Egyre több termék viseli Halas logóját vagy címerét. A Főtéri Város Marketing irodában a napokban ismét szélesedett a Halast népszerűsítő tárgyak köre. A kollekciót most már kötények, konyharuhák és háromféle papírtáska is színesíti. Megjelentek az elegáns halasi csipkés hűtőmágnesek, és hamarosan elkészülnek a fakanalak is. Fontos hangsúlyozni, hogy mindegyik tárgy helyi gyártó terméke. Ajándékcsomagok is készülnek a logóval ellátott termékekből. A város például protokoll ajándékként adja őket. Legutóbb Szabadkára vittek ilyen meglepetést. A turisták mellett a térség lakóinak is örömet szerezhetnek ezek a tárgyak. Jelenleg a hűtőmágnesek a legnépszerűbbek. A halasi tárgyakról készült folyamatosan frissülő katalógus internetes oldalunkon a halasmedia.hu-n érhető el. Műsorunk végéhez közeledünk, így röviden összefoglaljuk, mik voltak a nap főbb hírei. Halasi csipkéket varnak a pápának, az ajándékokat Kuris István László viszi el a Vatikánba. Remélhetőleg nem lesz több tragédia, veszélyes volt a Dongérpartja, de most már korlátok védik a közlekedőket. Jól haladt a járdák építése, az elkészült szakaszokat már birtokba vette a lakosság. Kedvezett a tél az élősködőknek, kullancsinvázió jöhet. A szabadban tett séták után nem árt magunkat és a kutyákat is átnézni. A folytatásban jön az időjárás jelentés, majd a Bóbita óvoda hagyományőrző farsangi mulatságából mutatunk részleteket. 7:30-tól kulturális magazinunkkal a Kultúrképpen jelentkezünk. Mészáros Erika már itt van a stúdióban. Szia, ma milyen témákat kínálsz a nézőknek? Szia, köszöntöm én is a nézőket. Vujt Trütko Halasra látogatott, ezzel fogunk kezdeni. Azután különleges 40 ezer kilométerről számol be egy házaspár, akik kerékpárral tették meg ezt az utat. Végül pedig a tavaszi színházi bérlet sorozat keretében az operett válogatásból fogunk majd mutatni részleteket. Ma Szalai Ágnessel a táncról, a tánc tanításról, a táncművészet átadásáról, Hegedűs Zoltánnal és Szabó Borisszal pedig a szombati rumbagitának koncertről beszélgetek. Köszönöm a tartalomismertetést. Önöknek pedig már köszönöm a figyelmet, holnap viszont újra jövünk majd a friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!